Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Nem más, mint Holik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója, akinek természetesen első kérdése volt, arra gondolt, hogy egy újságíró talán beállt a pártjuk mögé, higgyék el, én független maradok. A kérdés persze érthető, hiszen a papírok most ilyen Fidesz színűek, de nagyon egyszerű. Az izraeli újságírók ilyen papírokat, illetve tömböket használnak, hogy amikor visszaolvassák, jól lehessen látni. Elfogyott épp a fehér papír, és elővettük az aranytartalékot, addig, amíg megérkezik a fehér szállítmány, úgyhogy semmi pártosodás. Viszont nagyon érdekel minket, hogy mi történik. Mi történik Brüsszel és közöttünk, azt tudjuk, hogy Orbán Viktor miniszterelnök kabinetje utasítást adott a pénzek helyreállítási alap kölcsönrészének a lehívására is, de mi van azokkal a pénzekkel, amik nem kölcsönök? És mi van az újabb szankciókkal, amiről egész nap olvasunk, hogy boldog-boldogtalan megszavazza, és utolsó kérdésem mára, de talán a legfontosabb, hogy senki nem beszél arról az én információimról, hogy a bizottság elnöke szeretne, ahogy vége van ennek a kadenciának, a NATO elnöke lenni. Lehet, hogy ez vezérli döntéseit? Sok kérdés. Jó reggelt kívánok! Az, hogy Ursula von der Leyent mi motiválja és milyen ambíciói vannak, azt nem tudom. De az biztos, hogy óriási probléma, hogyha személyes ambíciók áldozatává teszünk egy egész intézményrendszert, és nem úgy vezetjük, hogy az Európának a legjobb legyen, hanem úgy vezetik, hogy az adott elnök ambícióit éppen kiteljesítse. Az nem lenne semmiféleképpen helyes. Hát, hogy az Európai Uniót ma jól vezetik-e vagy sem, ennek a kérdésnek a megválaszolásához csak meg kell nézni a gazdasági adatokat. Önmagukért beszélnek. Szerintem nincs mit magyarázni, és nézzük meg a nagy globális versenytársakat. Nézzük meg Amerikát, nézzük meg mondjuk Kínát, és akkor azt mondhatjuk, hogy bizony nem állunk jól. Az európai versenyképesség az már a háború és a Covid járvány előtt sem volt, sem állt valami túl fényesen, de most nem használjuk ki a lehetőségeinket, sőt, még nehezítjük a saját dolgunkat elhibázott szankciós rendszerrel, ami láthatóan teljes kudarcot vallott, hiszen azt állították, hogy ez majd véget fog vetni a háborúnak, és tönkre fogja tenni Oroszországot. Nem tette tönkre Oroszországot gazdasági értelemben, nem szigetelt el Oroszországot semmilyen értelemben, a háborúnak pedig nem vetett véget, viszont Európában hihetetlen gazdasági áldozatokat követelt. Tehát miközben mi magunk hozunk olyan szabályokat, ami leginkább Európának árt, addig például az Amerikai Egyesült Államokban meghoznak egy olyan törvényt, aminek következtében nagyon sok európai vállalat, néhány közülük egyébként már meg is tette, átvándorol Amerikába, mert sokkal több támogatást kap a működéséhez, és egyébként az energia pedig ötöd annyiba kerül ezzel Amerikába. Azt akarja mondani, hogy lehet, hogy a bizottság elnöke nem csak a NATO felé próbál kedves lenni, hanem Amerika felé is? Nem, én azt mondom, hogy nem kedves Európa felé. Ez a legnagyobb baj. Tehát amíg ebben a helyzetben mindenki megpróbál a saját érdeke szerint cselekedni, ahogy mondom, Amerika megpróbálja ezt a helyzetet, ezt az európai energiaválságot kihasználni arra, hogy számos egyébként amerikai céget, amely Európában működik, az visszacsábítson Amerikába, és európai gyárakat is Amerikába csábítson. Tehát kihasználja a helyzetet, lépéseket tesz, és a saját érdekei határozzák meg a politikáját. A legszörnyűbb az, hogy Európában pedig a politikai lépések, amelyeket az Európai Unió tesz, azok nem Európa érdekében állnak. Éppen ellentétesek Európával, és ezt képtelenek felismerni. Hát a legnagyobb problémánk ezzel van. Ezért is mondjuk azt, hogy ne lefityymálják például a
legutóbbi nemzeti konzultáció eredményeit, és ne elutasítsák, mint ahogy tették ezt legutóbb. Próbáltak viccet csinálni belőle. Hát próbáljanak ők is egyébként ennek az útjára lépni, és például a stratégiailag fontos, az emberek mindennapit érintő kérdésekről, ők is kérdezik meg az embereket, és akkor lehet, hogy mondjuk, hogyha itt tennének a németek, akkor szembe jönne a német valóság, hogy német emberek akarják-e azt, hogy a német kormány fegyvereket adjon Ukrajnának, megkérdezni az Európai Unió, az európai embereket, hogy mit gondolnak a szankcióról, és akkor lehet, hogy több információjuk lenne, és könnyebben el tudnának jutni oda, hogy mi az európai érdek, és mi nem az. Nincs a világon olyan objektív stúdió, aki ezekben a percekben nem tenné fel a kérdést, így aztán mi szerintem ezek közé tartozunk, fölteszem a kérdést. Ezek az újabb, nagyon kézzelfogható, ultramodern fegyverszállítmányok Ukrajnának tulajdonképpen nem kitolják a béke eljöttének lehetőségét, és előbb-utóbb ebből nem egy olyan proxy háború lesz, amiből létrejön nem a harmadik, mert az már folyik, egy negyedik világháború. Minél több fegyver, annál későbbi béke. Ez teljesen világos összefüggés. Hát fegyver szállítással nem lehet béketárgyalásokat elősegíteni. Nem lehet elősegíteni az, hogy tűzszünet legyen. Tehát az európai gondolkodást kell áthangolni, nem háborúpárti gondolkodásra, vagy háború központú gondolkodásra van szükség, hanem béke központú gondolkodásra van szükség, de ahhoz, hogy békét kössenek a felek, vagy legalább tárgyalóasztalhoz üljenek, és a fegyverropogás megszűnjön, ahhoz nem további fegyverek kellenek, hanem diplomáciai erőfeszítések kellenek, és az kell, hogy a érdekelt nagyhatalmak, Amerikai Egyesült Államok, és egyébként ebben a tekintetben Európa is, mindent tegyen meg annak érdekében, hogy a két háborúzó fél az asztalhoz üljön. Meddig tud Magyarország ebből kimaradni, hisz nem csak ukrán nyelvtörvények alakulnak naponta, és a helyzet abszolút nem rózsás a szomszédba, hanem egyre másra halnak meg magyar származású katonák is. Ukrajnában élő, magyar állampolgársággal rendelkező fiatal katonák. Ugye mivel Kárpátalján sok tízezer magyar ember él, mondhatjuk, hogy sok tízezer okunk van arra, hogy mindent megtegyünk a békért, mert amíg folyik ez a háború, addig a kárpátai magyarság élethelyzete az folyamatosan romlik. És ez nyilvánvalóan ellentétes a magyar nemzeti érdekkel, éppen ezért nekünk mindent meg kell tenni azért, hogy ez a háború véget érje. Azt meg én rendkívül sajnálatosnak tartom, hogy amikor egy ország háborúzik, és szüksége lenne annak a nemzetnek minden tagjára, nemzeti kisebbségekre is, akkor a háború közepette olyan törvényeket fogadnak el, amely nemzeti kisebbségeket diszkriminál és teszi nehézzé, nehezebbé az életét. Én azt gondolom, hogy ez nem helyes eljárás, de ettől függetlenül nyilván Ukrajnának, az Ukrajnából érkező menekülteknek mi minden segítséget megadunk, mert most háború van, és nyilván azok az emberek nem tehetnek arról, hogy háború van, ezért nekünk emberiességi kötelesség mindent megtenni az ő segítségük érdekében, de ettől függetlenül, amit Ukrajnában egyes területi, megyei vezetők tesznek a magyarok ellen, az továbbra sem elfogadható. Képviselő, van még hátra pontosan 4 percünk. Ez a 4 percet nagy részét egy költői kérdésnek szeretném föltenni. A második világháború után 6 millió zsidó áldozat porának következményeképpen létrehozták az ENSZ-et. Izrael állam ENSZ nagykövete alig pár napja a Shoah emléknapján azt mondta, hogy amiért ezt a szervezetet létrehozták, az nem felel meg küldetésének. Nem harcol az antiszemitizmus ellen, a kisebbség gyűlölete ellen, és tulajdonképpen mindent megtesz, hogy ne béke legyen, hanem háború. Ön szerint nem itt lenne az ideje azonnal reformokat végrehajtani a milliárdokba kerülő ENSZ épületében? Hát
A kérdés az valóban költői. És mit tesz az ENSZ most az ukrán-orosz háborúért, hogy ebből béke legyen? Minden nemzetközi... Nem látom a békefenntartókat, nem látom a bomba elleni védelmi rakétákat. Az ENSZ főtitkárát nem látjuk, hogy tárgyalásokat kezdeményezne a háborúzó felekkel. Valóban a kérdés tényleg... Protokoll látogatásokat tesznek a harctéren tisztviselők. Tehát ezeket a nemzetközi szervezeteket azért hozták létre, hogy megelőzzék az olyan világígéseket, az olyan katasztrófákat, az olyan tragédiákat, mint a holokauszt és a világháborúk. Ezért hozták őket létre. Na most 60-70-80 éve összetűzés. Működnek, és azóta a világban ugyanúgy háborúk vannak. Most éppen itt a szomszédunkban, de nem nagyon tud az elmúlt 60 évből olyan évet mondani, amikor a világban valahol ne lett volna háború. Én azt gondolom, hogy az elmúlt egy év az sajnos azt bizonyítja, amit ön is állít, hogy az ENSZ például nem sokat tett annak érdekében, hogy Oroszország és Ukrajna háborús cselekményeket fejezze be. Sajnálatos. Az nekünk még nagyobb probléma, hogy egyel összébb húzva a perspektívát, az Európai Unió létrehozása mögött is egy hasonló el volt, hogy Európa országai ne háborúzzanak egymással, ahogy ezt megtették kétszer is a világháborúban, hanem fogjanak össze egymásra, és annak érdekében, hogy egységbe kovácsolódva jobban, erősebben tudjunk föllépni, az Európai Uniónak az elsődleges küldetése az volt, hogy az európai nemzetállamokat segítse. És mintha ez a vezérlő elv, ez ma megváltozott volna. Ma nem az európai... A szankciók nemzetállamoknak nem segítenek. Hát, és az egész Európai Unió nem segít, mintha fordítva ülnének a lóon, tehát mintha nem az egész európai intézményrendszer lenne azért, hogy segítse a tagállamokat, hanem mintha már az lenne az elvárás, hogy a nemzetállamok álljanak be a sorba, tulajdonképpen ők legyenek az Európai Unióért, mert az Európai Unió a legfontosabb, annak a kiteljesedése, az európai együttműködés mélyítése, ugye, hogy bővítése, ahogy ők szokták mondani, azaz további hatásköröket vonnak el folyamatosan a tagállamoktól. Tehát, mintha most már a tagállamok lennének az Európai Unióért. Ez nem helyes. És nem véletlen, hogy az elmúlt 10 évben, pontosabban a 2008-as válság óta, már majdnem 15 éve, az Európai Unió kudarcot kudarcra halmoz. Rosszul kezeli a válságokat, a szomszédjában zajló háborút adott válasza is teljesen kudarcos, és az Európai Unió ebből nem akar tanulni. És mi vagyunk azok, akik nem EU ellenesek vagyunk, hanem EU realisták. Elmondjuk, hogy emberek, vegyétek észre, az Európai Unió rosszul működik. És ezt nem azért mondjuk... Nem elég nekik a mintája a Brexitnek, hogy az angolok ott hagyták. Így van, és nem azért mondjuk, mert mi szeretnénk, hogy szétessen. Nem, pont ellenkezőleg. Mi azt szeretnénk, hogy az európai gazdaság végre versenyképes tudjon lenni, és Európa végre stabilitást és jólétet tudjon biztosítani az állampolgárainak. Hát ezért hozták létre az alapítóját az Európai Uniót. Ott vannak például az olaszok, akik úgy szintén nagyon nincsenek megelégedve. De erről majd legközelebb. Kedves nézőim, az elmúlt szűk negyed órában Holik István, a Magyar Parlament képviselője, a Fidesz kommunikációs igazgatója volt stúdiónk vendége. Most következik egy általam vélt objektív híradó, akinek építő jellegű véleménye van, ragadjon tasztatúrát, írjon, telefonáljon, könyörgöm, nem este 10 óra után, és nem ünnepeken. Jöjjön a híradó után jövünk vissza. Már is mondom, kik lesznek a híradó után. A vendégeik Kis Ambrus főpolgármesterhelyettes, dr. Sárdi Antal Péterfi Sándor utcai kórház főigazgatója, Seres Attila, itt lesz Kardos Péter rabbi, Sebes György is, ez a mai kínálat. Fogadják szeretettel a híradót, és utána folytatjuk.